Köszönöm szépen. Én egy kicsit kakukktojás vagyok abban a szempontban, hogy nem itt lett volna eredetileg az előadásom, hanem a délelőtti blogban, ami azt jelenti, hogy oda voltak inkább koncentrálva az olyan típusú előadások, amik valamilyen szempontból messziről közelítenek a témához, és kutatási adatokon alapuló főbb trendeket vázolnak föl. És én most ezt a hagyományt folytatnám, tehát ilyen szempontból nem egy konkrét fejlesztésről vagy egy projektről szeretnék beszélni, hanem egy olyan kutatásnak néhány eredményéről, amit a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság készített másfél évvel ezelőtt körülbelül, aminek az adatait én újfélt a szempontok szerint végig gondoltam, és csináltam ebből egy következő extra, ilyen másodlagos elemzést, aminek a fő célja az volt, hogy megpróbáljuk azonosítani a szülői stratégiákat, azt, hogy ma Magyarországon a 7 és 16 éves korosztályban milyen szülői típusok, milyen szülői szerepfelfogások léteznek, azaz a laissez-faire-től a totális kontrollig körülbelül hogyan néz ki a kép. Még mielőtt ezekről a konkrét szülői stratégiákról beszélnék, mutatnék néhány ilyen nagyobb, érdekesebb trendet, amiket mindenképpen érdemes valahol az agyunk hátsó részében magunkban tartani, amikor ennek a korosztálynak az alapvető változásról beszélünk. Ugye 7 és 16 év közötti életkor az egy rettenetesen gyors változásokat hozó életkor. Én ezt pont elég jól látom, mert most van 4 gyerekem, de 2 kiesik ebből a range-ből, de van pont egy 7 és egy 10 éves, és elképesztő, hogy pont itt a technológiával kapcsolatban is, meg az internet használattal, meg a játékkal kapcsolatban is micsoda változást jelent ez az 1-2 év. Úgyhogy én erről szeretnék néhány adatot mutatni, és akkor a szülői stratégiákat kicsit bemutatni. Ami az első és legfontosabb, nyilván ezt mondtam az előbb, hogy ez egy minden szempontból meredeken emelkedő pálya, tehát 7 és 16 év között szinte minden eszköznek a használati intenzitása nő ebben a korosztályban, leszámítva egyetlen egy dolgot, ez pedig a tévé, azon belül is inkább a hagyományos tévé, de ez nem azt jelenti, hogy a kettő helyet sem, hanem egyre több és több időt töltenek különböző eszközök és képernyők előtt a gyerekek. Ez nem egy óriási újdonság talán, de mindenképpen érdemes majd a konkrét számokat is nézni. Hogyha azt nézzük, hogy mi az hogy ez a két fizikailag is elég jól látható, meg megfogható eszköz, ami a gyerekek szobájában lehet, hogy ez a tévé és bármilyen laptop, PC, akkor itt hogyan néznek ki a számok, akkor nagy általánosságban ebben a 7 és 15 éves korosztályban úgy néz ki a kép, hogy van 10 családból 6 olyan, vagy 6 olyan gyerek, akiknek egyik sincs a szobájában, és mondjuk vannak másfélnyien, tehát 10-ből 14 százalék, az kb. Másfél gyerek, akinek mind a kettő van. Viszont ha azt nézzük, hogy ezek életkorban hogyan néznek ki, akkor itt is látszik, ez az ábra jobb oldalán van, hogy iszonyatosan gyors a változás, és lényegében 15 éveseknek már csak a 40%-a az, ahol semmilyen eszköz nincs, míg a 7-eseknél, vagy 7 éveseknél, bocsánat, ott meg még ez közel 90% volt. Ami a legfontosabb, és ezzel sem állítok talán túl nagy újdonságot, az a mobiltelefonnak, azon belül is nyilván az okostelefonnak a szerepe. Ez az ábra, ez azt mutatja, hogy mi a legfontosabbnak tartott eszköz, tehát mi az, amitől a legkevésbé szívesen válnának meg a gyerekek. Ez is életkor szerint mutatja a trendeket, és azt a két keresztező vonalat érdemes nézni, hogy a tévé és a barna, pirosas, barnás tévévonal, ami nagyon magasra indul és nagyon alacsonyra érkezik, és az alacsonyra induló és magasra érkező okostelefonvonal mutat. Itt ugye az is látszik, hogy nagyjából 12 évnél cserél helyet ez a két eszköz, és majd ez a szülői stratégiáknál, meg az ebből levonható konklúziónál elég jól fog látszódni, hogy ennek milyen jelentősége van. Még egy érdekes dolgot említenék meg ebből a kutatásból, az pedig az, hogy annyiban speciális volt, hogy a szülőt és a gyereket is megkérdezték, és tudom, hogy ez nem egy túl exakt módszer, amikor megkérdeznek valakit arról, hogy mondd, szerinted mennyi időt töltesz tévé előtt internetezéssel, és akkor mondhatnak az emberek egy ilyen kérdéves szituációban valami számot, percben, vagy valami skálán belőlehetik a válaszaikat. Ennél nyilván vannak technológiailag kifonulmatabb módszerek, de itt most ezt a módszert alkalmaztuk, viszont ez abban a szempontból érdekes, hogy a szülő képe vagy elképzelése arról, hogy a gyereke mennyi időt tölt eszközök társaságában, és a gyerek elképzelése saját magáról, azért ez nem mindig esik egybe. Nem nagyon érdemes
dekódolnunk az ábrának a színes és szaggatott vonalait, elmondom a konklúziót, az az, hogy két olyan eszköz van, így itt három van az ábrán, mobiltelefon, televízió, számítógép, laptop, tablet, ebből a két szélső az, ahol a gyerek és a szülő típjei azok azért el tudnak térni egymástól, főleg hétköznap, tehát ez az időszak nyilván, amikor a gyerekek talán legkevésbé vannak a szülők szeme előtt, tévét ugye sokkal inkább tudnak együtt nézni, meg az még mindig egy ilyen nappaliba betett eszköz, tehát ott szem előtt van, viszont mind a mobiltelefonnál, mind a számítógép használatnál a szülők rendre alulbecslik a gyerekeik eszközökkel töltött idejét. Na, és akkor nézzük, hogy milyen típusú szülői kontroll és mediációs típusok létezhetnek. Itt pont egy ellenkező trendet láthatunk, még most a részletekbe való belemenés nélkül. Az a tény, hogy egy szülő szabályoz, kontrollál valamit az eszközök használatával kapcsolatban, az látható, hogy elég meredeken csökken 7 és 16 év között. Tehát míg mondjuk a 7-8-9 éveseknél az internet és a tévére vonatkozóan mondjuk 10 szülőből 8 az valami szabályt fölállít otthon, ha van mobiltelefon, akkor is 10-ből 6 gyereknél vannak szabályok. Ahogy megyünk előre, és elérünk ebbe az igazi kamaszkorba, 14-15-16 éves kor környékére, ott lényegében ez a szülői szabályozás, ez hát már nem is teljesen, de elég radikálisan visszaesik és megszűnik. És a jobb oldali ábrán pedig azt lehet látni, hogy hány százalék azoknak a gyerekeknek az aránya az egyes életkori csoportokban, ahol lényegében semmilyen szülői szabályozás nincs. Ez ugye 7-8-9 év környékén pár százalék, tehát biztos, hogy 10 százalék alatt van, és aztán 15-16 év környékén ez átlépi a felező pontot, tehát már többen lesznek azok, akiket semmilyen módon nem korlátoznak, mint azok, akiket valamilyen módon korlátoznak. És az is látszik talán ebből az ábrából, és majd ez lenne az eladásom végső konklúzió, hogy ez a 7 és 16 év közötti időszak, ez nagyjából három kitüntetett, és bizonyos szempontból nagyon különböző szakaszra osztható, ami nagyon különböző szülői szerepeket is megkíván. Egy kicsit tovább forgatva ugyanezt a kérdést, hogy hogyan csökken a szülői szabályozás aránya, ezek láthatók ezen a háromszínű ábrán is, és ami viszont ezen a másik háromszínű ábrán érdekesség, illetve mindenkinek a figyelmébe ajánlom, hogyha azt nézzük, hogy mitől függ az, hogy egy szülő szabályoz vagy nem szabályoz, és most ilyen nagyon durva változókat vagy magyarázó tényezőket szem előtt tartva, akkor lényegében a szülőnek az iskolai végzettsége az, ami a legmeghatározóbb. Tehát minél magasabb iskolai végzettsége van egy szülőnek, annál inkább hajlamos lesz valamilyen szabályokat vagy korlátokat szabni a gyereke eszköz használatára. Sőt, azt is láttuk más számokból, azokról itt nincsen ábra, hogy minél inkább tájékozatlannak tartja magát egy szülő, annál inkább, annál kevésbé aggódik a gyereke internet használatával. Aztán, ahogy nő a tájékozottság mértéke, úgy kezd el a szülő pánikba esni, és van egy ilyen viszonylag egészséges pontja ennek a szülői ismeretek vagy tájékozottság színnek, amikor ez a passzív és ilyen aggodalom, ez átvált olyan aktív stratégiákban, mondjuk beszélgetésben, vagy ilyen aktív mediációban nyilvánul meg. De nem csak korlátozni lehet, ugye nyilván nem csak technikai, vagy ilyen kemény szülői korlátokat lehet szabni, aminek legalább négy dimenziója van, és ezeket is külön elemeztük ebben a kutatásban. Tehát nyilván van az első, amikor korlátozok és tiltok, meghatározom, hogy mennyi időt lehet használni, milyen tartalmakhoz férhet hozzá a gyerekem, letilthatom az erőszakos tartalmakat, a szexuális tartalmakat, mindenféle felügyelő szoftvert telepíthetek. Zárójel, ugye én is abba a korba jutottam, amikor mind a 7, mind a 10 éves gyereknek csak egy nagyon egyszerű korlátot, egy időkorlátot kellett szabni, tehát napi 3/4 óra van, és azt mind én látom, és az eszközök mérik, és akkor nincs gond abból, hogy mikor van vége, az lekapcsolja, és kész. Tehát ez az egyik módszer. A másik, amikor a szülő ellenőriz, tehát lényegében megnézi, hogy kivel, hogyan, mit levelezik a gyereke, kit hív, bemegy a közösségi média fiókjaiba, stb. Létezik egy technikai korlátozás, amikor tényleg szoftveresen
vagy a szoftverre bízza a feladatot, és létezik talán ez a legjobb stratégia, nyilván minden a többivel együtt kombinálva, amikor a szülő valamilyen módon aktívan megpróbál mediálni, közösen csinál dolgokat a gyerekével, beszélget, megbeszélik a problémákat, megbeszélik a lehetőségeket, megbeszélik a kereteket, illetve szó van a kockázatos és az ártalmas tevékenységekről. Ezt mind a négy dimenziót külön mértük ebben a kutatásban, és ebből próbáltunk meg összegyúrni valamilyen komplex csoportokat. Még mielőtt ezeket megmutatnám, itt is látszik egy egyértelmű tendencia, tehát nyilvánvaló, hogy a gyerek fiatalabb életkorában, 7-8-9 év körül magas az aránya azoknak, akik korlátoznak, ellenőriznek és egyébként beszélnek, és aztán ahogy megyünk előrefelé és elérjük a 16 évet, úgy lesz ez sokkal kisebb arányban jelenlévő, 20-30%-a tartozik már csak már az ábra végén a szülőknek ebbe a csoportba. Ami viszont mindig alacsonyan marad, persze kérdés, hogy mi az alacsony, az 1 vagy a 10%, itt látszik, hogy azért ez 10-15% is lehet, az a technikai korlátozók aránya. Tehát még mindig ezt a formát, vagy ezt a módszert veszik legkevésbé igénybe a szülő. Na, és hogy itt érkeztünk el az eladásnak is a fő mondani valójára, tehát hogyha minden információt ezekről a konkrét szülői lehetőségekről egybegyúrunk, és ebből megpróbáltunk valamiféle szegmenseket, vagy cluster eljárással csoportokat létrehozni, akkor ezt az 5 tipikus csoportot tudtuk azonosítani. Az alsó sort ajánlom mindenkinek a figyelmébe, az mutatja, hogy ez alapján a reprezentatív minta alapján, amit mi használtunk, nagyjából azt lehet mondani, hogy a magyar 7 és 16 év közötti korosztály szülei ekkora arányban tartoznak egyik vagy a másik csoportba, és akkor rögtön itt vannak az úgynevezett passzívak, akik körülbelül ennek a mintának a felét, tehát 47%-át tették ki. Rájuk az jellemző, hogy lényegében se az aktív mediáció, vagy ha valami, akkor talán legkisebb mértékben ez jellemző rájuk, de sem szabályozástiltás, sem ellenőrzés, sem technikai korlátozás nincs, amit ők alkalmaznának. Aztán van egy körülbelül minden negyedik szülő tartozik ebbe a csoportba, 26%, őket szabályozóknak nevezhetünk, ők azok, akik megszabnak határokat, és leginkább azt mondják meg, hogy mit nem. Arról kevesebb szó esik, hogy mit igen, de mindenképpen aktívan odafigyelnek a gyerekeik eszköz használatára és internet használatára. Aztán van egy körülbelül 1/5-nyi csoport, tehát 5-10 szülőből mondjuk 2 tartoznak ebbe a csoportba, akiket aktív mediálóknak nevezhetünk. Ők azok, akik viszont már tényleg elkezdtek és beszélgetnek a gyerekkel, miközben egyébként szabályoznak és miközben egyébként ellenőriznek is, de ezt valamiféle egészséges mixben teszik. És nyilván ez az aktív mediáció, ez a beszélgetés az, ami mondjuk kialakíthat egyfajta bizalmi viszonyt a gyerekkel. És aztán van még 2 nagyon pici csoport, akik a statisztikai eljárással kijöttek. Az egyiket technikai korlátozóknak tekinthetjük, ők azok, akik lényegében csak a szoftverre próbálják meg rábízni a gyerekük biztonságát. És aztán van még egy allroundernek nevezett csoport, aki pedig minden hangszeren megpróbál játszani, tehát beszélget, szabályoz, ellenőriz és egyébként technikai korlátozásokat is használ. És akkor a végkonklúziója az lehetne az előadásnak, amit mondtam, hogy a 3 részre lehet osztani ezt az életkort, hogy azt látjuk, hogy 7 és 10 év között lehet lerakni az alapokat, amilyen normák, amilyen keretek, amilyen alapmechanizmusok akkor kialakulnak a gyerek életében, azok lesznek a meghatározók a későbbiekben is. A legkitüntetett szerep ez a 11 és 13 év közötti időszak, tehát akkor kell legjobban figyelni, bizonyos szempontból akkor érdemes akár még mindig korlátozni technikailag is, és aztán a vége a 14-15-16 éves kor, illetve attól fölfele, az pedig az, amikor a szülő szép lassan ki kell, hogy vonuljon ilyen szempontból a gyerek életéből, és akkor meg egyértelműen már csak a beszélgetés az, ami működik. És ezeket nagyon nem jó összecserélni, tehát nem először a végén szabályozni, hanem azt a közepén kell, a kereteket pedig az elején kell kialakítani, mert utána már sokkal nehezebb lesz. Köszönöm szépen!